Üdvözlöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Többször beszámoltunk már arról, hogy mekkora károkat okozott idén az aszály a mezőgazdaságban. Az eső megérkezett, a hirtelen jött sok csapadék azonban most a betakarítást hátráltatja. Erről is szó lesz a mai adásban, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Vezetőváltás. Dr. Szűcs Attila a megyei kórház új főigazgatója. Emberkereskedelem, látványos kiállítással hívták fel a figyelmet a problémára. Mezőgazdaság, hatalmas károkat okozott az idei aszály. Szeptember 15-i hatállyal dr. Szűcs Attilát nevezte ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház főigazgatójának, Pintér Sándor belügyminiszter, egészségügyért felelős miniszter. Vendégünk az intézmény új vezetője, akivel múltról, jelenről és jövőről, valamint a kórház legújabb fejlesztéseiről egyaránt beszélgetünk. Jó estét kívánok, köszöntöm és egyúttal szívből gratulálok is. Jó estét kívánok, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, és nagyon szépen köszönöm a gratulációt. Egy különleges folyamat az, ami zajlik akár az egészségügyben, és itt a megyei kórházaknál is. Ebben a folyamatban hol kapcsolódik be ön, mint új vezető? Az elmúlt másfél évben, már tavaly március 1 óta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház orvosigazgatójaként dolgoztam, akkor még Szondi Zita főigazgató asszonnyal együttműködve az ő vezetésével, és hogy ön említette is, szeptember 15-től ez az új funkció már, amit betöltök. Számomra ez rendkívül nagy megtiszteltetés és nagy felelősség is. Átérzem a súlyát annak, hogy az ország egyik legnagyobb egészségügyi intézményének lehetek a vezetője. Ahogy említette is, egy nagyon komplex folyamat zajlik az egészségügyben. Az elmúlt 2-2,5 év a COVID-ellátásról szólt dominálóan, óriási terheket rótt az intézményre, így a mi intézményünkre is. Ha csak annyit említek, hogy 120 ágyat, intenzív ágyat különítettünk el a súlyos COVID-betegségben szenvedők ellátására is. Volt olyan pillanat, amikor 116-an feküdtek az intenzív osztályokinkon, akkor gondolom ez mindent elmond. Hál' Istennek a COVID-járvány lecsengőse zajlik, jelen van, itt van közöttünk, de már nem jelent olyan óriási terhet az egészségügyi ellátórendszerre, mint az elmúlt években. Milyen tapasztalatokkal tudják lezárni? Hát, ahogy mondtam, még mindig jelen van azért ez a betegség, de ez egy nagyon nagy tanulás volt az egészségügyi vezetők és a dolgozók számára is. Így van, ez mindannyiunk számára óriási tapasztalat volt. A sok nehézség mellett, amelyel az elmúlt időszakban találkoztunk, rendkívül sokat tanultunk. Mindenki szerintem most már megértette, amit eddig is tudtunk, sejtettünk, de most már a valóságban ez jelen volt, hogy együttműködve, így a megye hatvárosában lévő intézményeinkkel szorosabbra fűzve az együttműködést, tudtuk az elmúlt időszakot teljesíteni, és büszke vagyok arra, hogy a megyében nem maradt egyetlen egy covidos beteg sem ellátatlanul, nem fordult elő olyan, amit láttunk a világ sajtóba, hogy akár súlyos, intenzív ellátást igénylő betegek átmenetileg a folyosón kerültek ellátásra. Ez, amit ebből tanultunk, ez számunkra most is egy nagy segítség, mert abban is biztos vagyok, hogy az elkövetkező hónapok, hetek, évek is komoly feladatok elé állítanak bennünket. Ezeknek a feladatoknak a megoldásában is segít az elmúlt 2 év tapasztalata. Ami biztos, hogy az előttünk álló időszakban tovább kell mélyítenünk az intézményen közötti együttműködést, integrációt, főleg azért, hogy a szakmai színvonalat minden telephelyen tudjuk biztosítani, illetve a szűkösebb humán erőforrást így megfelelően tudjuk alkalmazni. Mit fog ez jelenteni a mindennapok gyakorlatában? A mindennapok gyakorlatában már elindultunk egy folyamattal, csak egy példát említek, például a Mátészalkai telephelyen és a Fehérgyarmati telephelyen a két addig önálló osztályként működő anesteziológiai és intenzív osztályt összevontuk, és így most már együtt látva és kezelve a humán erőforrás lehetőségeinket tudjuk mobilizálni mindig oda az embereinket, ahol az aktuálisan a legfontosabb és a legnagyobb humán erőforrásra van szükség. Most október 1-től a személyzeti ellátás tekintetében az SSB
SBMK-n belül egységesítettük az ellátást, azaz egy szemészeti osztályunk van, amelynek van egy Máté-Szalkai egynapos sebészeti részlege, ahonnan Nyíregyházáról egy kolléganőt neveztünk ki részlegvezetőnek, és ő irányítja most már a Máté-Szalkai ellátásnak a mindennapjait. Azaz, amikor integrációról beszélek, erre gondolok, hogy összevonunk osztályokat, átirányítunk kollégákat azért, hogy mindig ott tudjuk biztosítani a megfelelő humán erőforrás, ahol az adott napon, az adott pillanatban a legfontosabb és a legnagyobb szükség van rá, és a szakmai színvonalat pedig egységesítenünk kell minden intézményben. Mekkora ez a létszámhiány, vagy humán erőforrás hiány, kell-e ellátási gondokkal számolni? Mindenkit meg tudok nyugtatani, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakban az ellátást minden osztályon, minden területen biztosítjuk, de soha nem mondtuk, én sem mondom azt, hogy ideális a humán erőforrás helyzetünk. Érdekes kettőséget mutat a kórház. A Jós András oktatókórházban, Nyíregyházán sokkal jobb az orvos szakmai humán erőforrás létszám. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt 3 évben 85 új orvos rezidens érkezett az intézményeinkbe. Mindenkit, mert így szeretnék a fiatalok is, a Jós András telephelyre veszünk fel, de úgy, hogy mindenki tudja, hogy mindannyiunknak minden egyes telephely a munkája, azaz bármikor, ha szükség van rá, bármelyik telephelyen dolgozunk. A Máté-Szalkai, Fehérgyarmati, Nagykálói, Vásáros telephelyen ott jobb az ápolás szakmai humán erőforrás, ott orvos szakmai hiány van létszám tekintetében, ezért ma is minden nap a sürgősségi osztályra, a gyermekosztályra, ha kell az intenzív osztályra, a traumatológiára, a telephelyeinkre mennek ki kollégáink Nyíregyházáról, mind a nappali munkavégzésre, mind az ügyeleti munkavégzésre, hogy tudjuk biztosítani ott is a megfelelő magas színvonalú ellátást. Ezt a folyamatot kell erősíteni. Van-e bármilyen ráhatása a kórháznak arra, hogy a szakember hiány egy picit mérséklődjön? Főleg szakdolgozókról beszélünk itt. Hát igen, nyilván ez a családbarás jelleg, amiről beszéltünk már az utóbbi időszakban, ezt mindenképpen erősítenünk kell. Mindenkit várunk, hívunk szeretettel intézményünkbe. Az intézményen belül, amit tudunk, megteszünk, de nyilván a lehetőségünk bizonyos értelemben korlátozottak. Ugye, amiről most szintén a múlt héten beszéltünk, a nővérszálló alapkőletétele is egy fontos lépés abban a tekintetben, hogy a megye távolabbi városaiból, településeiből is tudjunk fogadni szakdolgozóknak, akiknek ugye már most is egy 70 ágyas nővérszálón, majd ha ez az új elkészül, egy plusz 118 ágyas modern felszereltségi minigarzon jellegű nővérszállóban tudjuk biztosítani kedvezményesen a lakhatását. Van-e bárhol gyenge pontja ennek a rendszernek? Alapvetően azt tudom mondani, hogy a gép- és műszerpark tekintetében nagyon jól állunk. Az utóbbi években szintén a részben a COVID hozadéka miatt nagyon sok gép és műszer érkezett, nagyon sok új gyógyszerterápiát vezettünk be az elmúlt években, úgyhogy igazából olyan nagyon nagy gyenge pont nincs, de ahogy említettem, a humán erőforrás ez a kulcskérdés. Ez viszont azt is jelenti, hogy nem átlagos a leterheltségük, hiszen kevesen vannak. Hogyan tudja segíteni a kórház ebben a dolgozókat, akár valamilyen mentális segítségre gondolok? Ugye a leterheltség minden osztályunkon jelentős, de főleg az ügyeleti azért osztályonként változik, valahol magasabb, valahol mondjuk úgy, hogy közép erősségű, de mindenütt sokat dolgoznak a kollégáink. Alapvető fontosság, hogy a szabadságokat, a pihenőidőket igyekszünk kiadni, mert azért az utóbbi 2 évben ezek is felhalmozódtak, hiszen a COVID ellátás idején nem tudtak a kollégák elmenni szabadságra, így az elmúlt 1 év szabadságát is az idén veszik ki. Természetesen minden igényüket, ami a továbbképzésekre vonatkozik, támogatjuk. A szabadságok tekintetében reméljük tudnak egy rekreációban, pihenésben részt venni, de alapvetően ez az alapvető cél, hogy tudjanak elmenni, pihenni szabadságra, ügyelet után ki tudják venni a pihenőnapjónak, hogy pihenten tudjanak a munkahelyre ismételten visszajönni. Hát az, amit a COVID idejében végigvittek ezek az emberek, azért az mondhatni, hogy emberfeletti. Én kimerem jelenteni, hogy ez heroikus munka volt, és megragadom most, mint már sokat szorimál, de nem mehetek el így innen a nyilvánosságot is, hogy még egyszer itt megköszönjem nekik azt a hihetetlen heroikus munkát. Hát ha azt mondom csak, hogy voltak olyan helyeink, hogy 12-14 ügyeletet a mindennapi munka mellett végeztek kollégák, akkor nem is kell talán többet mondjak erről. Milyen irányban terveznek fejlesztéseket a közeljövőben? Ugye a nővérszállót ezt említette. Van-e más, amiben még gondolkodnak? Több programunk zajlik jelen
Jelenleg is ezek dominálóan európai uniós pályázatok, az elmúlt 4 évben csak direkt a betegellátásra 18 milliárd értékű beruházás indult el, fejeződött be és zajlik. Most is most a zajló fejlesztéseink között kiemelném a kardiológia fejlesztését, ahol immár 2 teljes értékű katéteres asztalon végezzük a szívkatéterezéseket. Folyamatban van egy onkológiai pályázatunk, amelynek már az elbírálása megtörtént. Remélem, hogy nem sokára már a megvalósító útjára ér. Pont most az elmúlt hetekben mind Máté Szalkára, mind a nyíregyházi telephelyre új CT-készülékek kerültek beüzemelésre. Azaz folyamatosan megy ez a folyamat, minden újas pályázatra reagálunk, indulunk rajta, nem szeretnénk megállni egy lépést sem, mennünk kell tovább előre, hogy tovább tudjuk emelni az ellátás színvonalát. Azzal kezdte, hogy az együttműködést szeretnék erősíteni a kórházakon belül. Kifelé ez mennyire gyümölcsöző ez az együttműködés, például a Debreceni Egyetem klinikájával, vagy akár más kórházakkal országon belül, vagy országos intézetekkel, intézményekkel? Igen, ez is egy valós és reális helyzet. Dominálóan regionálisan folytatjuk az együttműködést. Ugye ez a mi észak-kelet-magyarországi régiónk, ez nagyon erős régió. Egészségügy tekintetében 3 óriási kórház, a Debrecen Egyetem, a Miskolci, a Borsoda, Bajor-Zemplén megyei kórház, és mi kommunikálunk egymással, a vezetők, tartjuk a kapcsolatot. A Debrecen Egyetemmel különös szoros a kapcsolatom, hiszen 4,5 évet ott dolgoztam, a jelenlegi Szabó Zoltán klinikai igazgató úrral. Mi nagyon szeretnénk ebben is előrelépni, pont most tervezünk egy vezetői megbeszélést abban a tekintetben, hogy hogyan tudnánk bekapcsolódni a képzésbe, gyakorlati hely biztosítása terén, hiszen mi az egyetem oktatókórháza van, illetve a betegutakat minden tekintetben tisztáztuk, mi az, aminek el kell menni egy egyetemi centrumba, ami csak ott biztosított, és mi az, amit el kell tudjunk látjunk megyei vagy városi kórházi szinten. Azaz ez az együttműködés töretlen, és remélem, hogy tovább fog fejlődni. Főigazgató úr, én még egyszer gratulálok, és nagyon jó munkát kívánok, sok sikert és eredményeket. Nagyon szépen köszönöm szépen a megtisztelő meghívást. Köszönjük, hogy befáradt. Az emberkereskedelem elleni küzdelemre hívta fel a figyelmet egy lakóautó. A nemrég Nyíregyháza belvárosában kiállított szabadulószobák mintájára kialakított furgon egy szexuálisan kizsákmányolt nő történetét és lakókörülményeit eleveníti fel. A bemutatón elhangzott, a mély szegénységben és a kiszolgáltatott helyzetben élő nők és gyerekek vannak kitéve leginkább az emberkereskedelem veszélyeinek. Cigarettás és óvszeres doboz az asztalon, szétdobált szennyes ruhák egy viseltes, szakadt, koszos matracon. Nyomasztó látvány várja azokat, akik belépnek a holland rendőrség kezdeményezésére kialakított szabaduló kocsiba, ahonnan 10 percük van kiszabadulni a játékosoknak. Igazából az a célunk ezzel a projekttel, hogy felhívjuk az emberkereskedelem veszélyére az emberek figyelmét. Ugye ez mind a helyi lakosokra, mind a veszélyeztető csoportokra vonatkozik. Az elmúlt napokban is jöttek már gyermekotthonoknak a lakói is, és igazából ők egy nagyon fontos célcsoport, mert sajnos gyakran azt látjuk, hogy őket megcélozzák ezek az emberkereskedők, mert úgy gondolják, hogy egyszerűbb eljutni hozzájuk, és hogy őket már úgy se keresi senki. Itt a helyen ez egy szexuális kizsákmányolásnak az áldozata, ami látható ebben a kocsiban. Erre sajnos általában a hölgyeket szokták inkább kivinni, és főleg olyanok, akiknek hát a családi és szociális hátterük annyira nem a legoptimálisabb, hogy úgy mondjuk, vagy gyermekotthonoknak a lakói is például, meg akikről látszik mondjuk a különböző közösségi oldalaik alapján, hogy annyira nincsenek jó kapcsolatban a szüleikkel és a környezetükkel, őket megcélozzák, és általában őket szokták kivinni ilyen célra. Ehhez hasonló körülmények között élt Nóra, és él a mai napig sok hozzá hasonló bolgár, magyar és román fiatal lány, akiket hamis ígéretekkel csábítanak külföldre. Igazából ez egy valós történeten alapuló sztori, igazából őt Hollandiába vitték ki, és igazából neki ez a lakókörülményeit mutatja be ez a kocsi, és szeretnénk minél élethűbben ezt megmutatni a belépőknek, úgyhogy a története is hallatszik, amikor bemennek, hogy az egész történetet nem szeretném lelőni, nem a poént elmondani, de azért nagyon fontos, és az a baj, hogy tényleg előfordul ilyen, tehát hogy nem egy teljesen fiktív, kitalált sztoriról van szó, hanem tényleg nagyon gyakran megtörténnek ilyenek. A feladat az, hogy megtaláljanak egy pár papírt, igen, laminált papírok vannak elrejtve a szobába, és akkor azok alapján lehet összerakni a 2-4 személyű kódot,
amivel a WC-n lévő lakatokat lehet kinyitni, és hogyha az sikerült, akkor ott van egy kulcs, és azzal tudják kinyitni a bejárati ajtaját a lakókocsinak. De elég nehéz, még sokaknak eddig nem sikerült kinyitni. Nyilván próbáljuk úgy is elrejteni a papírokat, hogy mindig máshová, hogy ne tudjanak egymásnak sugni, ne tudják együtt megoldani, úgymond. De ezzel arra is szeretnénk rámutatni, hogy egy ilyen helyzetből a való életbe is nagyon nehéz segítség nélkül kiszabadulni. És ha valaki azt gondolná, hogy ez csak egy játék, nagyon téved. A probléma valós, és Magyarországon is jelen van. Sajnos hazánk is érintett ilyen téren. Ugye Hollandiában jelen állapotban 108 áldozatról tudunk, akik Magyarországról származnak, de a probléma az, hogy ez a jéghegynek csak a csúcsa. Tehát nagyon sok rejtett áldozat van, akik vagy nem mernek a rendőrséghez fordulni, vagy nem is tudják, hogy tudnának egyáltalán kapcsolatba lépni velük, nem tudják, vagy nem beszélik a nyelvet például, nem tudják az áldozat segítő szervezeteket elérni, vagy sok esetben nem is fogják azt fel, hogy ők áldozatok, mert úgy érzik, hogy azért kerültek ilyen helyzetbe, mert ők vállalkoztak egy adott munkára, egy felhívásra, és igazából az ő hibájuk, magukat hibáztatják ilyen esetekben. De nem csak a hollandiai prostitúcióra kell gondolni az emberkereskedelem szó hallatán. Az Európai Unió számos tagállama érintett. A modern rabszolgasság Magyarországon is jelen van. Akár Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is érintett lehet. Potenciálisan nagyon sokan érintettek is benne vannak, itt a megyénkben, itt Nyíregyházán is, és ebből a csapdahelyzetből, hogy nincs menekvés, szeretnénk felmutatni egy reménysugarat, hogy de van. Ha megkapjuk a jelzést, a rendőrség, az áldozatsegítő, vagy akár az önkormányzat, akkor közbelépünk. Kiket is céloz? Az emberkereskedelemben sérülékenyek, a mély szegénységben élők, független attól, hogy magyarok éppen vagy a romákról van szó. Nyilván, hogyha valaki egy zártabb, kisebb közösségben él, az állami gondoskodásban élő gyerekek, fiúk, lányok, a fogyatékosok, az idősebbek, a menekültek. Tehát én azt gondolom, hogy most nem kell mit illusztrálni azon, hogy látjuk a televízióban, hogy egyedülálló nők, anyák, gyermekeikkel jönnek. Potenciális veszélyforrásnak van kitéve, bármelyik pillanatban áldozattá válhat, és egy kecsegtetőnek tűnő ajánlat egy fiatal fiút vagy lányt, akkor arra csábíthat, hogy belemenjen, mert munkát ígértek, és biztos jó lesz abban az idegen országban, ahol gazdagság van, és olyan összeget mondanak, amibe belemegy az illető, és utána nagyon nehéz ebből visszajönni. Tehát én azt gondolom, hogy igen, sajnos érintett, de olyasmit is lehet gondolni, mondjuk vidéki térségekben, de lehet, hogy nem mondanám azt, hogy vidék, akár a város, amikor valakit akaratán kívül munkára kényszerítenek, rabszolgamunka, csicska munka, tehát az, amikor nem legális keretek között, nem önként vállal valaki munkát, hanem mondjuk tipikus újsághír az, hogy a taján élt elzárva, és nem volt megfelelő ellátás, és dolgoztatták ingyen. Azt hiszem, hogy ez az újságcikk ismerős, szinte naponta olvashatunk ilyet. Ha valaki áldozattá vált, érdemes minél előbb segítséget kérni. Minél előbb érdemes kapcsolatba lépni a rendőrséggel, valamint az áldozat segítő szervezetekkel is. Ők mindenféleképpen tudnak ilyen esetekben segíteni, valamint a rendőrség is szokott biztosítani tolmácsot, tehát hogy az ilyen nyelvi korlátok se álljanak akadályt ahhoz, hogy valaki segítséget kapjon. A szabaduló furgon, amely arra hivatott, hogy felhívja a figyelmet az emberkereskedelem valós problémájára, már bejárta Magyarország nagyvárosait és visszavitték Hollandiába. Azonban a nagy érdeklődés miatt nem kizárt, hogy később újra hazánkba látogat. Ahogyan arról már a bevezetőben szó volt, történelmi asszály sújtotta idén az országot. A vízhiány hatalmas terméskieséssel jár a szántóföldi növénykultúráknál, de nagy a baj a zöldség és gyümölcsültetvényeken is. A mezőgazdaság aktuális helyzetéről, valamint a gazdák kárenyhítési támogatásairól Rácz Imre, a megyei agrárgazdasági kamara elnöke számol be. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőt. Mihez hasonlíthatjuk ezt a mostani helyzetet? Mikor volt utoljára ilyen ebben az országban? Volt-e egyáltalán? Igen, azt mondják, hogy körülbelül 103 évvel ezelőtt volt ehhez hasonló aszály. A mi korosztályunk nem élt még meg ilyen nagymértékű aszályt, hogy ilyen huzamosabb ideig ne essen csapadék. Szinte mondhatjuk, hogy a kukorica úgy érett be, hogy nem kapott csapadékot. Mikor elvetettük, akkor egy kedvező körülmények között volt a vetés, meg is ázott, szép egyenletes kelések voltak, és az az eső volt az utolsó, szinte a betakarításig. Most a betakarítás előtt, amikor már nem csinál annyi hasznot, mint amennyit kárt, gondolunk itt a napraforgóról, vagy a kukoricában is,
akkor jön itt napról napra az eső, és veszélyezteti például a napraforgónak is a betakarítását, vagy ha burgonyára gondolunk, vagy a gyümölcsös kertekben is szinte minden nap esik annyi eső, hogy a munkát ne lehet sem folyamatosan végezni. Azt gondolom, hogy ezen a nyáron, aki csak kimozdult a városokból, és autóba ült, és elindult az országban, akik nincsenek közel a mezőgazdasághoz, azok is elszörnyűködve látták azt, hogy mi történik a napraforgóval, a kukoricával és egyéb növényi kultúrákkal. Lehet-e már számszerűsíteni ezt a kiesést, ezt a kárt? Hát az országos számítások szerint ez az 1000 milliárdot összességében meg fogja haladni. Úgy számolgatunk, hogy körülbelül ennek bő egyharmada jogos igény van, akik beadtuk ezeket a kárnyítési igényünket, illetve be fogjuk majd adni november 30-a után, ugyanis most szeptember 30-áig lehetett módosítani vagy bejelenteni még a károkat, és ennek a feldolgozása zajlik. November 30-a után lesz majd összesíteni ezeket a kárigényeket. Növénykultúránként a 30%-ot kárnak meg kell, hogy haladja, illetve üzemi szinten a 15%-ot, így lehet jogosultságot szerezni a kárenyítésbe. A legnagyobb probléma az az, hogy ilyen nagymértékű kárenyítés, ami ebben az évben, a rendkívüli évben keletkezett, ennek a kielégítésére még a Magyarország folyamatosan felkészült is arra, hogy a gazdák kára egy biztonságos jövedelmet biztosítson, illetve a növénytermesztés, és ha nem sikerül ez, akkor ebből a kárenyítésből kiegészítsék ezt. Ilyen nagy mértékkel nem számoltunk, úgyhogy 12,5 milliárd forint van az 1000 milliárdhoz, még ha abból egy 400 milliárd jogos kár is lesz annak a kielégítésére, ez szinte lehetetlen, úgyhogy az Agrárgazdasági Kamara kezdeményezés a kormányhoz fordult segítségért, hogy ezt a kárenyítést felülről, amennyire az országnak lehetősége van, töltsék fel, mert így lesznek olyan állattartók, gazdák, vagy növénytermesztők is, amelyik nem több lábon áll, aki olyan veszélybe kerülhet, hogy nem tudja kifizetni az input anyagokat. Én úgy gondolom, hogy keresni kell azokat a megoldásokat, mert én nagyon sajnálnám, ha csak egyel is amiatt csökkenne itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a termesztési kedv, mert önhibáján kívül nem tudja teljesíteni a vállalat kötelezettségeit. Egyáltalán létezik olyan gazda itt a megyében, akit nem érint ez ebben a bizonyos 30%-os mértékben? Hát lehet, hogy van, akinek többfajta kultúrnövénye foglalkozik, illetve olyan gyümölcsöt termesztett, amit nem érintett a fagy, és most esetleg a piaci árra kompenzálni tudják. Például, ha van a megyében burgonya termesztő, ilyen árakról még soha nem is beszéltünk, még a üzletekből sem, amennyit most termelői áron meg lehet vásárolni. Nem emlékszek, hogy 200 forint fölött lett volna már a termelőnél valaha is a burgonyára. És akkor itt közbe szúrnám, hogy évek óta küzdünk ezzel, egy alapvető Magyarországon élelmiszer alapanyag a burgonya, és egy kicsit hagytuk ezt úgy kikopni, hogy 1140 hektárt vetettünk a megyébe, valamikor az én falunkban, Balkányban, az állami gazdaság és a TSZ időszakban csak Balkányban több volt 1000 hektártól. Úgyhogy ez egy figyelmeztető jel is lehet, hogy azokat az alapvető élelmiszereket, amiből most kiderül, hogy nem vagyunk önellátóak, azt egy kicsit valahogy úgy kell pozícionálni a támogatási rendszerben, hogy ehhez kedvet kapjanak az emberek, és legalább legyünk önellátóak, mert a pandémia időszakban is kijött, hogy milyen jelentősége van ennek. Ugyanakkor hallottuk már azt is, hogy ez a fajta klíma nem feltétlenül kedvez a hagyományos burgonya fajtáknak, sokkal inkább akár az édes burgonyának. Hát ha ilyen van, de vannak magyar fajta, keszthelyi fajták is, több is, illetve Kisvárda felől is a Krupa fajtái is ehhez a talajhoz vannak kikísérletezve, és nekünk lehet, hogy ezt kellene erőtetni, nem elmenni Hollandiából olyanokat, amivel utána kudarcot vallunk.
Vannak-e olyan területek a megyén belül, ahol egy kicsit jobban megúzták ezt a helyzetet, vagy egyenletesen az egész megye? Hát szinte az egész megye, mert ha azt mondanám, hogy a délnyírségben valamivel több csapadék hullott abban az időszakban, ez a 3-5 mm is, amit nem nagyon jeleztünk, de pont akkor a kukoricának sokat segített, de ott meg több gyümölcsös van, és a gyümölcsösöket pedig a tavaszi fagy károsította, úgyhogy nincsen olyan megye, vagy olyan járás, amire azt mondanánk, hogy ez kevesebb kárt szenvedett. Mire elég az, ami megtermett? Hát, ha átrendezzük a vásárlási szokásainkat, akkor nagyon óvatosan talán arra elég lesz, ha a búzára gondolunk, az elég az országnak, a takarmány úgy gondoljuk, hogy lehet, hogy nem terem meg, vagy csak annyi terem meg kukoricából, amennyi az is szükséglet, de Ukrajna felől kapunk, talán már sokan meg is elégelnék, hogy többet ne kapjunk, mert félnek attól, hogy kukorica ára nem lesz az elvárt felvásárlási áron, és az input anyagok pedig, és a vetőmag pedig egy kicsit túlzás is volt, amikor még ennek az ideje volt, úgyhogy félünk attól, hogy már több is jön be az országba, mint kellene. Az állattartók felvásárolták már nagy részben a szükségleteiket, és félünk, hogy amire itt Magyarországon beindul az idei betakarítás, akkor már értékesítési problémák is jelentkezhetnek. Ezek szerint akkor élelmiszer hiányról, vagy ellátási gondokkal nem feltétlenül kell számolnunk? Én úgy gondolom, hogy megtermett az országnak az élelmiszer alapanyaga, én ilyenre nem gondolnák. Milyen irányban gondolkodnak, hiszen sok jóval nem kecsegtetnek a klímakutatók, tehát ilyen nyarakra kell számítani a jövőben is. Milyen fejlesztésekben gondolkodnak, vagy milyen irányban gondolkodnak a mezőgazdasággal foglalkozók? Hát itt már magukkal együtt sokat foglalkoztunk itt az öntözéssel, szinte minden alkalommal szóba hozzuk, és lehet, hogy az koronázza sikerünket, hogy ennyit beszélünk róla, mert a 2,8 milliárdot elnyert most a megye a délnyírség öntözés fejlesztésére, vagy nevezzük ilyen víz visszatartására, talán még ez egy jobb megfogalmazás. Itt a cél az lenne, hogy azokat a csapadékokat, amik lehullanak, azt ne kivezetnénk az országból, hanem visszatartanánk ezzel a talajvíz minőségét mennyiségileg tudnánk növelni, és akkor olyan helyen, ahol felszínű vízzel lehetne öntözni, azokban a csatornákban vizet kellene juttatni, és erről szól ez a 2,8 milliárd tervezés, illetve ha a víztesteket meg tudnánk javítani, és a gyenge minőségbe, jó minőségbe esne át, akkor oda már a vízügyi igazgatóságok akár fúrott kutra is engedélyt adnának, és minél több gazdálkodónak első számú befektetésnek kell tekinteni azt, hogy öntözött körülményeket teremtsen meg mindenki a maga környezetében. Mennyi idő, amíg ez rendeződik, vagy megvalósul ez a terv? Ameddig erről a háborús helyzetről nem hallottunk, addig úgy gondoltuk, hogy a 23-tól 27-ig tartó ciklusban ez a beruházás elindulhatna. Ez körülbelül 100 milliárdos beruházás lenne, és én azt gondolom, hogy a leghasznosabb befektetés lenne az állam részéről. Most így a háborús helyzetnek a kimenetelét, ahogy nem tudjuk, nem látjuk, így én azt gondolom, hogy ez eltolódhat, ha a háború is elhúzódhat. Ez uniós pályázat lenne? Igen, igen. Uh-huh. A beszélgetés végén mondjuk el még egyszer a gazdáknak a legfontosabb információt, hogy milyen határidők vonatkoznak akár enyhítési igénylések beadására. Szeptember 30-áig volt lehetőség módosítani a már beadott kárenyítést, vagy igényt, vagy újat bejelenteni, kárt bejelenteni. Most november 30-áig fog kelleni beadni azt az igényt, illetve november 30-a után, ami lényegében a hozamkiesésről szól, már forintosítva, hogy mennyi kára keletkezett és mennyi igény jár neki. Én úgy gondolom, hogy a jövő év első egy-két hónapjában megtörténik ezeknek a kincstár általi elszámolása, és nagyon remélem, hogy addig pedig a kamara kezdeményezésére, illetve az Agrárminisztérium a kormánnyal tud egy olyan
feltöltést elintézni, hogy ez minél több gazda számára egy megfogható összeg lehessen, amivel megmentető lennének ezek a kis gazdaságok. Elnök úr, én ehhez sikeres munkát kívánok, és jó eredményeket. Köszönöm szépen, hogy befáradt hozzám. Köszönjük szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb ezzel a műsorral hétfő este jelentkezünk. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!